Az elmúlt 10 évben nagyon sok minden történt ebben a házban, és mivel hogy ebben az évben van az évfordulója, hát állandóan meg vagyok hatalmazva, erről beszélek, hiszen ez a mi gyermekünk és az a kis csodám, amit megtörtént, az minden alkalommal meghatottságot jelent az én számomra. Tehát azt akartam mondani, hogy a polgármesterünk és az önkormányzat minket ez alatt a 10 év alatt mindig nagyon pozitívan értékelt, és segített és támogatott abban a programban, amit kitűztünk és igyekszünk megvalósítani. Ezt köszönjük újból nekik, és azt is, hogy mindig jelen vannak az eseményeken, amik azért nagyon érdekes események, hiszen a mostani is ilyen, úgyhogy nem véletlenül. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, kedves barátaim, kedves Erzsébet, köszönöm a kedves megnyitó szavakat, és én is szeretettel köszöntöm. Talán nem is protokollerisan, hanem csak a szeretet jogán, polgármester urat is körülbelül köszönöm, hogy eljött. És Gerzson Pál festőművészt, akinek a képei itt körülvesznek bennünket, és akinek a jelenléte nagy öröm számomra. Nem csak mert egyidősek vagyunk, hanem mert az életünkben sokszor összefoglódtak dolgok, még hogyha más-más művészeti területen dolgoztunk is, de azért módon volt televízió kamera előtt is találkozni Gerzson Pállal, és módon volt sokszor együtt lenni. Sőt, a múltba visszavetítve is módunk volt találkozni. Hát, hadd szabadjon ezt röviden elmondani, mielőtt a műsor megkezdődne igazából. Annak idején 1946-ban volt egy szép jubileumi Szent Gellért ünnepség, és ebből az alkalommal az akkori Zászlón folyóirat rendezett egy versenyt, meghirdetett egy pályázatot versre, novellára, festményre, és hát én már felnőtt voltam, csak eltettem ezt a Zászlón számot, és örömmel lapozgattam valamikor, és akkor egyszer csak rádöbbentem, hogy a Zászlón újság címlapján Gerzson Pál akkori freskója szerepel, mert ő nyerte a festészeti első díjat, én pedig a novellámmal az első díjat. Én nem tudom, hogy te is ott voltál-e a Gellért hegyen, amikor volt egy szabadtéri szentmise, és aztán a díjakat ott adta át Vincenti József herceg primársügy, én például ott vehettem tőle. Ez volt az első irodalmi díjam, és hát némileg számtalanul 2 évvel, amikor Stefánusz díjat kaptam irodalmi, Stefánusz díjat, mert van teológiai változata, és ezt Erdő Péter bíboros úr adta át, akkor mondhattam egy kicsit tréfásan, hogy én nem először veszek át bíborost a irodalmi. Mert hát már valamikor, ugye, majdnem azt mondhatnám, hogy gyermekkoromban, kamaszkoromban, hát ugye 15 évesek voltunk, akkor már egy ilyen irodalmi díj, hát juthatott ilyen gyermekeknek járó díj, de mégis egy szép kezdete volt az életpályának, és hát szép, talán lehajló ágában volt ez a másik díj, ez a Stefánusz díj, amit kaphattam. Az, hogy Gödöllön vagyok, és nem közhely, és nem csak udvariasság, ez nagy öröm, ez azért van, mert merő véletlenségben ebben a városban született a lányom, aki aztán pilóta lett, és most Bangkokba jár, ugye utasokkal, meg vissza. És ez azért volt, mert viszont egy nagyon kedves osztálytársam, Tornai István, nőgyógyász, szülész, az itt volt akkor a még létező Gödöllői kórházban orvos, és mi mindig követtük őt, úgyhogy aztán már a Zoltán és Gergő fiam, az pedig ugye azok már Zebegényben születtek, és ha lett volna még egy negyedik, annak New Yorkban kellett volna születni, mert Tornai Kiskaszta oda van, és sajnos 2 éve hát már meghalt, úgyhogy hát most már őt nem üdvözölhetjük itt. Különben biztos itt lenne, mert mikor hazajárt, akkor mindig jött velem oda, ahova ment, de voltunk itt Gödöllőn is többször is. Tehát sok minden köt bennünket ide, aztán hát egy kis faház, Szadán, ugye, ahol nyaranta töltjük a nyarat, meg a Veresegyházi tónál, meg hát a tágabb környék, Vác, ahol a feleségem családja élt. Úgyhogy hát Zebegény, Vác, Szada, Gödöllő, hát ez a világ valahogy egy kicsit azt mondhatnám, hogy számukra otthont jelent, és azért örülök, hogy itt lehetünk és itt vagyunk. Hát ha megengedik, ugye, mint hogy én rádióval és televízióval foglalkoztam, itt egy átvitt értelembe vett riportról van szó, de néha az életben vannak olyan szomorúságok, amik
mégiscsak hétköznapi módon közelíthetők meg, mert az élet nem ad arra módot, hogy a mindennapi eseményeket már valahogy költői elvontságukba, a vigasztalhatóságukba éljük át, hanem néha át kell élni úgy, amilyen nyersen és keményen és kegyetlenül megjelennek. Hát ez a riport is egy ilyen emlék anyámról szól. Riport. Ott maradok a folyosón, ahol a hordágy bicikli ült év utoljára. Ahova nem jött fel éjjel az orvos, de hogy mondták a mentőkre, nem tartozol a János kórházba. Fázik a néni? Kérdi a gépkocsi vezető. Istenem, szakadt fel belőled a türelem évtizedein, megfeszített percein át, Istenem. Párnát erőltettem a hátad mögé, az érelzáródás növekvő fájdalmára. Égtek a villanyok, vártunk. Zöld már felől, ahol gyermek szeretteid alusznak még, lassan világosodik. Mindjárt reggel van, szólta. Hajadat így érintette simogatás a koporsóval is. Tudom, felelted, reggel van. Még vitatkoznak a mentősökkel, egy ápolónő még lapozgat igazolványaiban. Üres a folyosó. Kinek telefonálja? Köpces kis doktor jön, jön mégis, int nyugodtan. Bekötik az infúziót. Ágytál kell. Kell minden megaláztatás. EKG. Zizegő papírján megjelennek a hátralévő negyed óra jelei. Azt mondja az orvos, várjak. Megvárható. Sétálok a folyosón, föl alá, s közben föl kell a nap. Hirtelen megáll, s félszeg mosolyjal szól a jó doktor, már meg is halt. Járok a folyosón, még most is, föl alá. Kőminták eszelős rendjében lépkedve, elmulasztom a pillanatot, amikor halott apám, vagy az Isten, fénylő, feldúlt arccal benéz az ablakon. Másik vers, sajnálom, hogy ez is ilyen kórház élmény. Egy két évvel ezelőtt én is átestem egy tüdőműtéten, ami hát azt mondhatom, hogy végül is happy end-el végződött, mert itt lehetek és örülök neki. És hát a kórházban nincsenek rossz élményeim, de élményeim vannak, hát egy ilyen suhanás. Ez a vers is, amit erről írtam. Suhanás. Mintha egér iramlik, nesz, hajmel előtti nővér köpenye surrog láb felől, ahol csak a lázlap mezítelene homályban, és csusszanó, illatos körmök, kézfej suhanás a homlokomon, sedre diáklány Mártya kezét így szentelt víztartóban. Félbe maradt keresztvetés röpte, mindjárt vérvétel a folyosón várnak. Hajmel előtti suttogások elcsítult helyén, csak a lassú napkelte tava nyílik. Műtét lesz, jöjjön, szól egy altató orvos mosolyával, és követjük engedelmesen, kicsit tréfálkozunk is vele. Már megérintett, és szaladt tovább a copfos szél kisasszony. Fut a halál, fut új szerep. Évek óta módon van egy-egy tízmondatos kis tárcát, ami hát lírai jellegű műfaj persze írni az új emberben. Talán az utóbbi időben adatot alkalom arra, hogy éppen feleségem édesapjának halála alkalmából ugyanebben a kórházban, véletlenül ugyanabban az ágyban halt meg, amiben én feküdtem előtte is, két évvel ezelőtt is ott volt ez a műtét. És hát azt mondhatnám, hogy az a motto, ami a meghívón van, az talán erre vonatkozik, majd kiderül, és hát ezt a szomorú szépséget akartam pár mondatban megfogalmazni.
10 mondat a búcsúzásról. A búcsú pillanatában lelkivé lesz a testi, a valóság, a képzelet birodalmának anyaga, ami élt, emlékké merevül, a megmaradás reményében vágytalan szeretet születik, minden veszendő helyett az egyetlen, ami kitörni képes a mi időnkből. Kis kórházi szobában lehettem tanulja életpárom és édesapja búcsúzásának. Betegünk tegnap előtt még a bábát emlegette derűsen, aki csak egy-két esztendőt remél a gyengécske legénynek. Az idő kegyelme bravúrosan felülmúlta ezt a várakozást, dédapa lett, megért 96 esztendőt. Tegnap a felderítő pilóta világháborús megpróbáltatásairól mondott néhány szót, felnőtt lányunokáját is emlegetve, aki 140 tonna súllyal emeli a gépét Ferihegyen, hogy Bangkokba repüljön. Aztán a 30 éve lezajlott lovas túráról beszél élénken, melyre akkor 13 éves Zoltán unokájával indult, vágta az erdő szélén. E történet izgalmait most együtt mesélik, az épp 13 esztendős Matyinak, az ugyancsak jó lovas dédunokának. Ma reggelre elgyöngült a hangja, de suttogásából is értjük, itt járt, megáldoztatta budakeszi plébánosa, aki egyszer régen a kinyerma játéknak is nyertese volt. Suttog, majd gyöngéden int, húzzuk be a függönyt, nincs szüksége a déli napragyogására. Valahova messzire néznek pillantás nélkül nyitva maradó, szép, sötét szemek. Erika lánya állt a tekintet útjába, és az ágy végéből mosolygott, ahogy a gyermekében gyönyörködő anya teheti csak, szinte nevetett a haldoklóra, s dúdolni kezdett egy dallamot, a véletlenül felötlő régi-régi népéneket, s a maga betegségének szorongattatásait feledve zümmögte ezt a ringató ritmusú bölcsődalt, Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Együvé simul az édesapa mozdulatlan tekintete és az ének, egy lehelet még és alkonyati tó fényeivel a szem. Csak ami ilyen szomorú, az lehet ilyen gyönyörű. Nagy szeretettel köszöntöm én is valamennyinket. Sokan sokféleképpen próbálták már meghatározni azt, hogy mi a vers, mi a költészet. Nekem a legkedvesebb ilyen meghatározás talán az, ami Kányádi Sándortól származik, pontosabban egy kisfiútól, aki azt mondta Kányádi Sándornak, hogy a vers az, amit mondani kell. De én hozzátenném azt, hogy egyetértek vele, ennél sokkal több néha a vers. A versé összeállt szavak, a költemény, hit, remény, életben tart. Élni tanít. Ezért kell olvasnunk őket, és ezért kell mondanunk őket. 3-4 soros. Gyászünneppé lett létezésünk. Magvában boldog végtelennel. Szerelmesként vetjük magunkat múlásunk fénylő tengerébe. Csak ami ilyen szomorú, az lehet ilyen gyönyörű. Csak búcsúzó boldogság van, torkunkban mardosó sírás. Érzékeink kudarcán túl te állsz-e? Nincs félelem, csak hiányod miatti. Vágyik akaratodra az, ki boldog, ki halálát fogadja gyermekéül.
Böjti dal. Testünk maradék hamuját tehetetlen, síró gyerekként viszi a vihar, hogy Isten arcába vágja. Uram, irgalmaz, segíts, hogy hangodra ismerjünk. Halálos a szél zúgása. Malasztod, hogy aki él, fölénk virágot ültet. Míg végképp elfogy a halott, míg marékport csap föl az eleven böjti szél, s mégiscsak mennyekig emeli rég volt szívünket. Dallamaink. Húr és vonó rezgéseiben éled teremtő rend, mert kéz és lélek gondviselő mozdulatával támad a dallam heve, hűség, boldog bánat. Az időt daraboló frázis árva lélegzetével létünk méltósága emelkedik fel itt. Húr és vonó izgalmaként egymásból fakadó hangra hang közel az idők szívéhez. Van hegedű, s hogy létezik, elég ez rémület vigaszához és reményhez, hogy borostyán lak rozsdafényeket rejtvén virágot mintázó kezek árnyai között megszülessenek dallamaink. Fáradt szívvel, sóváran és megszentelt várakozásban a játékot velük, ki üdvét megleli, örökké szeretné már újra kezdeni. Kedves vendégünk, de nem csak hegedű van, hanem hegedűs is van. A Chopin Zeneiskola egyik kiváló növendéke, kis kedvünkért muzsikálni fog. Megkérem, hogy a nevét és hogy mit fog játszani, azt maga mondja meg. Ugyan, hogy a Rágrás vagyok, és Paganin 11-ig. Köszönjük szépen. Thank you.
szoktam Gödöllőhöz fűződő élményekre, polgármester úgy a legjobban, hogy milyen régen volt módom egy kicsit bekapcsolódni ennek a gyönyörű városnak a nagyszerű életébe, hogy valami módon valami kis része nekem is lehessenek, de talán az egyik az volt még a elmúlt 10-15 évre visszatekintve, hogy megkereshettem atyai barátomnak itteni házát, Monti Gézának, ugye, aki az iskola határon kötetnek a javarészét itt írta, és itt fordított angolból, és itt vészelt át igen nehéz esztendőket, és hát természetesen kötődött ez a városhoz, a Buda című regényben gyakran ír róla, hogyha Monostor tetszenek olvasni, az Gödöllőt jelent. Úgyhogy hát Otli Géza pedig hát azt mondhatom örömömre, hogy atyai barátom volt, és van egy hosszabb írás, aminek most rövidebb részleteit szeretném ennek a esnek a közepén felolvasni az ő emlékére. Egyébként emléktábla éppen a polgármester úr jóvoltából áll is a háza előtt. Tutti frutti Otlik asztaláról. Egy meglehetősen zaklatott filmforgatás zilált beszélgetés boldog délutánjáról van szó. Akkor 1985. október 7-én nem képzeltünk el semmi eljövendőt, a hátralevő élet mérhető idejét. Haláláig még pontosan 5 év és 2 nap volt hátra. Mielőtt a 18 éve rögzített, vagy most már több, rögzített szabadtéri tévi interjú gyümölcs saláta egyvelegét megízleltetném az érdeklődőkkel, elmondom, hogyan értem el azt, hogy a zárkózott, hallgatag Otli hajlandó lett kamera jelenlétében is jó néhány beszélgetésre. Egyszer Vas István telefonált, itthon van Koromzai Démes, a világhírű magyar vonós négyes drácsaművésze, hazalátogatott Bulderből rokonaihoz, de főként legjobb barátjához, Cipihez, érdemes volna vele a tévében műsort készíteni. Örömmel mondtam igen, és az ötletet Vas Pistánnak megköszönve arra kértem őt, hogy a beszélgetésben vegyen részt, sőt, hívjuk meg Otlikot is, hiszen így sokkal színesebb, szabadabb társalgás alakulhat ki, jobb a szokványos zenei interjúknál. Otlik nem akart szerepelni, de ha Koromzai kedvéért kell jönnie, és nem róla lesz szó, az persze más. Jött, kicsit aggódva, de ott volt. Koromzai pedig nem csak zenéről beszélt, szó volt Ezra Pondról, aki az ifjú muzsikust a legjobb barokk szakértőnek nevezte ki, és hevesen vitatkoztak az újabb amerikai irodalomról, szó volt a szobájában függő, kitömött cápáról, mely Hemingway ajándéka, és nyilvánvaló volt idézni Vas István Bartók versét, az ötödik vonos négyes Koromzaiék játszották először a Zeneakadémián. Dénes szólt a Vövében elveszettel egyedül ténfergő Chaplinről, egy kamara est után oda kéreckedett az asztalukhoz, velük vacsorázott, miközben beleszeretett a szomszéd terembe zongorázó Clara Haskillba, aki nem volt szép, de a zenélésben gyönyörűvé hevő. Szó volt Kosztolányiról, a Nyugatról, Otlik első novelláiról, Örlei Somáról és Fejér Lipótról, a legendás hírű matematikusról. Zebegénybe, Szőnyi műtermébe és kertjébe csak azért látogattunk el, hogy vitatkozhassunk Braque-ról, Picasso-ról, a Mandy novellák filmihlette kihagyásos technikájáról, Nemes Nagy Ágnes költői képeiről, Krúdiról és Németh Lászlóról, a szubjektívvé vált prózáról és az eközben objektívvá lett líráról. Otlik heves gesztusaira Nemes Nagy Ágnes józan elevetései visszhangoztak, csakhogy angyalkám, gyakran kezdődtek így Ágnes felcsattanó rögtönzései. Otlik egyébként úgy képzelte, a kertben nyaralók módjára leszünk együtt, kérdezte hozzan-e fürdőruhát. Az a bizonyos boldog délután a Dunakorzó egyik asztalánál telt el Otlik és Koromzai társaságában. Kamelánk a korlátig húzódott fel a sétálók közé, mi pedig kigombolkozva kortyolgattuk limonádékat. Beszélgetésünk mondatai néha elgázolta, szétszakította egy elrobogó kettes villamos, vagy a szomszédaink kedélyes hangoskodása. Azért azt jól értettem, hogy Otlik tőle szokatlan udvariassággal, Duinóról szóló versemet idézte bevezetésül, s nem is Szetliről,
pedig volt nála valami jegyzett lap a lelkiismeretes felkészülés bizonyítékaként. Mindegy, mire emlékszem, mondta, egy helyszín, egy szólamú lét felett, másik táj, más idő hever, mint én kövek között, s fölkelnek velem bármikor. Satöbbi, satöbbi, tette hozzá jelezve, tudja, hogy a Trieste öbből a háttér, és így nem véletlen, hogy a címet is ő adta versemnek, kiemelve fél sor belőle, a Duinói bolt bezár. A Trieste öblöt ugyan soha nem látta, de nem értem, hogy ezek után Rilkéről és az elégiákról szólni fog. Hamar megértettem, hogy a Dunakorzó most fontosabb. Koromzai világos nyári öltönyben érkezett, ottlik barna zakóban, fehér imben, apró mintás nyakkendő volt rajta. Előbb a vigadó előtt sétáltak hátul, összefont kézzel, majd lassú, tűnődő léptekkel jöttek a forgatás számára kijelölt asztalhoz, ahol állva vártam őket, és az asszisztens intését kezdhetjük. 50 éve, hogy közeledtünk, kicsit fiatalabban ehhez a kávéához, azért mentünk Bridge-ben sejre, kezdte Démes. Körülbelül pont itt, ahol vagyunk, folytatta Cipi, a régi Dunakorzó kertjében. És minden várakozás ellenére megnyertük. Megnyertük a verset. Teljesen ismeretlenek voltunk még, ahogy a Bridge Clubban nevezték, Amhárecek, zsidó szólás, ez tudatlan butát jelent. Ez volt a pancserek terme. És akkor két Amhárec megnyeri a verset. Hát ez a vigadó, akvárium, vagy mi a csodának csúfolták. Ferenci Gyuri játszott esténként tiszpengőír két zongorával, úgy emlékszem a Cifra Gyurival, aki a tanítványa volt. Ferenci Gyuri pedig bridge bajnok is. Hát ő volt a nagy villamos dübörgés, játszottunk is vele sokat. Aztán itt a Tőzsde Klub volt az emeleten. Hát el kéne mondani, végignézni az egész korzót, sok szálloda volt itt, a Carlton, Bristol, a Hungária, akkor a Negresco kávé, az a Lukács, a Mignon, a Ritz. Azt hiszem, élénkült fel Démes is, a Mignonban ültünk az 1936-os berlini olimpia utolsó napján, amikor Csík megnyerte már a 100 méteres úszást, Csák Ibolya a magasugrás, és 11 óra tájt asztalunkhoz lépett a pincél, és kedves, olyan finom mosolyjal meghajolt Lőrinc világbajnok uraim. Igen, bólogat Ottlik, szögletes mozdulataival épp rágyújtani próbál, igen, a Mignon, a Ritz. Amikor visszajöttem először a háború után, éles törrel vágott a szívembe, hogy néz ki a város, mondta Koromzai. Azóta egyre boldogabban jövök haza. Nem olyan, mint volt, de szép. Közben minden hiányzik, az akusztikája megint nem nagyon jó, az sohasem volt jó, mondja Ottlik. De itt a Vigadóban van egy koncert, Huberman, Sauer és a régiek, Brahms, aztán Debussy. És Liszt Ferenc a Vigadó kapujában, szóltam most már én is, reverenda volt rajta, két hölgy karolt belé. Ezt nekem egy öreg várostörténész, Rexa Dezső mondta el ifjú rádiós koromban. Ő még látta Arany Jánost itt sétálni a Dunaparton. Magyar utcai lakásában egy ágyra mutatott. Ebben az ágyban halt meg Csajági Laura, Vörös Marti kedvese. Mindezek az 50-es évek vége felé történtek. Hosszú voltak azok az évek. Még most is tartanak, vetette oda Ottlik. Gyakran az mások írásának címet fordultam a szemből sütő napot láthatóan élvező Ottlikhoz. Adtam Mándi Ivánnak, Nemes Nagy Ágnesnek, neked is adtam, és adtál Tandorinak is, tetszik hozzá Koromzai. Budára látunk, szóltam, és engem is az érdekelne, hogy új könyvednek miért lesz Buda a címe. Hát kérlek szépen, ez komplikált. Először is egy négybetűs, erőteljes, rövid szó. Divat, valahonnan jött egy ilyen divat, hogy kilométeres címeket adnak a könyvnek, főleg Amerikában. Mondom, ez egy rövid, tömör szó, és erről szól. Az életem anyagából kell összeszedni, ez Buda hiába. És azzal kezdődik, hogy a határ széléről visszajutunk Budára. Az egyedüli mítosz számomra az, hogy áll Buda, egy Ottlik György nevű ősöm 300 éve segített a törököt kiverni innen. Ő volt, aki az első török zászlót hozta, és megmentett valami 72, nem tudom milyen választófejedelmet, a törökök már majdnem levágták, de ő megmentette, és kapott ezért egy zacskó aranyat.
Megvan még? Kérdezte. Nem, bolond volt, az neki nem kellett, hanem kért valami oklevelet. Ezzel jól járt, mert a tökölivel való együttműködése miatt Karaffa vésztörvényszéke kivégeztette volna, és ezzel az oklevéllel menthette csak meg a feleséget. Okos asszony volt, német ruhába öltözött, felrohant Bécsbe, és valahogy reggel a kápolna előtt megleste a császár, térdre borult, és neki esett ezzel a kéréssel menlevélért, és oké, megkapta, vágtatott vissza Eperjesre váltott lovakkal esőben, sárban. Karaffának volt egy cigány kurvája, aki a hamus tanúvallomásokat tette, hogy a kínvallatások, kivégzések rendszeresek lehessenek. Ha az megjelent a várban, akkor aznap valakit biztosan kivégezte. Amikor őkapám meglátta a feleségét, azt hitte, mindennek vége, búcsúzni jött. De hát nem, megmentette az életét. Mire Ottik György megfogadta. Ha a felesége előbb halna meg, mint én, életem végéig gyászruhában járok. Vagy addig, amíg újra meg nem nősül. Arra viszont büszke vagyok, folytatta Dénes, hogy Kosztolányival előbb találkoztam, mint te, éppen itt a Dunakorzó. Terészkőúti kör, vagy valami ilyennek hívták, engem oda meghívtak, hogy brácsázzak, Kosztolányi pedig saját műveiből adott elő. Szerény, zárkozott ember lehet, de talán lehet hozzá egy jó szót szólni, gondoltam, mondja Koronzai. Este megjelent el egy világfi, Kosztolányi a világ legdivatosabb frakjában. Előadás után, amikor már elmondta a verseit, a sarokba odaültem hozzá, és kiöntöttem a lelkemet, hogy imádjuk őt, és kérdeztem, hallott-e már ezekről a nagy tehetségekről, Örleiről, Ottlikról? Hát még nem hallott. Ez 35-ben volt. Hát persze még meg sem jelent semmi, veszi át szót Ottlik. A Buda írása idején, nemrég, folytattam én, megtudtam tőled, mondtam ezt Ottliknak, hogy most néhány napig csak Einsteinnel foglalkozol, szükséged van rá, nem mert írni akarsz róla, csak az írói munka háttereként. Képletek százait oldottad meg. Mert a világképet vissza kell állítani, helyre kell tenni a dolgokat. Alapozás kell ahhoz, hogy én elmondjam, megírjak egy kis cselekményes történetet. Ugye, hogy Bot Benedek a festő visszautazott a erős villamoszaj, majd egy hajókürt is, mintha lefújná, akkor itt a vége. Cipi a nappal szemben ül még. Eszembe jut méreg Cipi tárcája. Szeretem a napot, szerelmes vagyok a verőfénybe, a kék égboltozatba. Kánikula kell nekem, tomboló, méltéktelen nyár. 32 foggal kell harapnunk a napfényt, és mérgeznünk, fogyasztanunk magunkat, hogy érettek legyünk a halálra. Rántott a vállán, mintha lesöpörni az asztalról hirtelen a tulajdon készfejét. Csontos, heves a keze. A poharához nyúl, s gyorsan előbbre koppintja az asztalon, mint egy sakkfigurát. Azután ugyanígy vissza. Hogy-hogy? Felhorkan, köhint, nevet kér. Hallgat. Fiam, Petőfi Sándor. Arcod kigyúlt, zászlóként lobogó testtel állsz a Pilvax előtt, futsz a Korvin közben, ott vagy az országház terén, s minden csatatéren. Rossz bőrben vagy, fiacskám. Baljós láz van egykor oly szelíd, szerelmes szemeidben. És reszket ifjú kezed, mint bölcs öregeké, amint bort tölt az áhítat rideg pohárba. Kipattanó izmok dühe van arcod csontjain, kegyetlen volnál. Lázak bilincseiben szabad, holott odaadóan nyújtózik pillantásodban a róna, s a homályból kék gyümölcsfák néznek te rád, kit örömével a tapasztalás annyiszor kínált sötét poharából. Kisfiam, azt hallom, vért köptél, mégis kardot kívánsz. Katona lennél,
S a gyávaságtól megrezzent szívvel suttogod, mondod és kiáltod gyöngéden a gyermek ilyen szép forradalmat, hogy mezítlen koporsón, vérző hátadon dübörögjön majd a föld, míg vigyorogva esküdöznek, kiknek csak sírni szabadna. Itt az idő! Csak a te szegény, enyésző szívedben élhet Magyarország. Féltünk, fiam, és félünk. Nem áldott földbe. Ócska legendába vetnek téged. Nehéz évszázadok eleven sírjába temetnek. Költő és vértanú, te elszánt boldogság cselekvő. Ki avat boldoggá téged? Hűség mártírja. Kinek minden szívütése imádság volt. Vándordal, ezt az országot józanul kell szeretni, mint hűs kezét favágó apánknak. Ezt az országot egyszerűen kell szeretni, mint gyermeket, aki vérünkből való. Ezt az országot szerelmesen kell szeretni, mint a forró földeken kapáló lányokat. Ezt az országot megsiratva kell szeretni, mint a tarka temetőt, mely anyánkból virágzik. Ezt az országot leborulva kell szeretni, mint suttogó párunk könnyeit, melyekkel eltemet. Kocsár szóló szonetta hallgat.
szépen, remek muzsikát, gratulálunk. És hát akkor még néhány vers a műsor befejező részében, ha megengedik. Beszéltem én ugye Gödöllőről, meg a Dunakanyarról, ami nagyon közel áll a szívünk családunkhoz, de hát valójában Győr az, ami az én gyermekkorom városa, úgy szoktam mondani, eszmélésem városa, mert bár Budapesten születtem, de fél éves korunkban oda költöztünk, Győrnek Réfalu nevű kicsit, falusias, akkor falusias környezetében, ott a Kis-Duna közelébe, és hát onnan jártunk aztán be a gyönyörű városba, a Káptalanba, meredek várfalak egész a folyóba szakadnak. Borsos Miklós mondta, aki szintén ugye Győrbe töltötte életének java részét, hogy hát ilyen Európában már alig van, ez az igazi Európa, amit mi ott gyermekkorunkban élvezhetünk. Egyébként Borsosra nagyon gyakran együtt voltunk ott a Varga könnél a töltés oldali kis parasztos egyszerű nyaralóban. Persze hát ez csak évtizedekkel később derült ki, amikor már rádió, televízió műsorokban, meg hát külön barátságban sokszor együtt voltunk és beszélgettünk, és az az öröm ért engem, hogy az első megjelenő verseim elé aztán ő írt előszólt bevezetést. És hát akkor tudtuk visszaidézni ezeket a múltbeli emlékeket, ugye, hogy akkor én kisfiúként, ő pedig már hát felnőtt szobrászként, vagy fiatal szobrászként ugyancsak abban a városban élt, sőt egész közel laktunk egymáshoz. Aztán oda jártam én a győri uszodába, egy olyan szép kis sziget ez, amit a Kis-Duna rába körülvesz, hogy folyók öblébe van az a uszoda, akkoriban olyan rózsaszín fala volt, az nekem gyerekkoromban nagyon tetszett, és egy kis csillámok voltak a rózsaszín, mert ha rásütötte a nap, akkor az egész úgy szikrázott, nem beszélve a vízről, ugye hát egy nagyon hangulatos helyen volt fölöttünk a Székesegyháza, Káptalandomba város, öreg város minden szépsége, és ott van a uszoda végén egy Ciráki emlékmű, ilyen kőhajlata van, abban remekül lehetett, mert az átforrósodott napmozdást hát elvégezni, amikor már az ember átfagyott a fürdőzésből, és hát egyáltalán, hogy ez az uszoda volt akkor a gyerekek számára, az én gyerekkorom számára, hát valamilyen érdekes világ, még egy fahíd volt ott a szigetbe átvezető fahíd. Hát ez mind nincs meg, de mind megvan az emlékeinkben, amik megmaradnak. Úgyhogy engedjék meg, hogy én befejező néhány versem, ez a győri Te Deum legyen, ami hát egy ilyen háladásszerű vers, és még három, hát sanzonnak nevezett rövid vers. Győri Te Deum. Mert Győrött már mindig nyár van, mint egykor az uszodában. Est ruhátlan lány árnyékok futnak csillámfalon még ott, déli meleg rózsaszínben, harang nevet vagy az Isten. A szemébe fröccsent éggel, didergő test, bölcsőt bérel, kőhajlatát emlékműnek, s folyók tükreibe tűnnek dombok, báli csillár kerek üvegtárformák, égiek, s elrejtett madárszárny féle fölsütő lapockák éle, gerincívű könnyű váza, képzeletem leigázva. Szigeti gyár, süteményszak, dohos fahíd visszhangozhat. Szederfák alatt szegények, kékrül szájjal keresgélnek, volt vagy lesz, mind együtt készen föltámad nagy napsütésben. Piac volt, vagy úrnap talán, virág szemétbe lép anyám. Orsolyták minisztránsa, együtt lenünk rá apámra, mosolyában bizton bízva, százesztendős gyerekcsizma, harangszó rakja lábait, élővel holt sétálgat itt, mint egykor az uszodában, győrött, mindörökké nyár van. Szextóla. Ez ismerős, ugye ez a ritmus fal, amikor hat sor, hát hat keserű sor, de azért mégis sanzontalan. Egyre kevésbé értem. Volt csak, semmi sem régen. Látok füstölni kémét. Életünk, hogy elégnénk, már vigasztalhatatlan. Pokrunk,
Istenre hagytam. Medve farm. Mintha apám volna ez a bozontos veresegyházi medve, ahogy megáll és átnéz a kerítésen, a drótok áram alatt, engem néz és mögé, és karé kék végtelenbe. Méltatlan boldogsággal mintázza sorsunk, medve, megbízható a múlt idejű minden állat. Csak néz, mögém néz, szeretném megölelni. Ebben az emlegetett faházban, Szadán, van nekünk egy leanderünk, ez azért kedves virágom, mert ez valahogy a délszaki vágyódásaimra emlékeztet, ugye emlegettük Duinót, a Triestiobrot, Olaszországot, de Görögországot is, ahova a régebben az Ildikó sokat repült, ahol Gergő fia még annyit nyaraltak, és ahol Erzsébet királynő is, ugye hát akinek ez a városa, a másik nyaralásait töltötte az ottani kastélyba. Hogy hívják ezt a várost? Korfu. Na, ezt nem tudtam érteni kimondani. Hát 77 éves korban az ember, mert már nem jutnak eszébe a legegyszerűbb dolgok sem. Ez csak Rómában. De hát Korfu. És hát akkor ezt a leandert, ugye, ami szimbolizálja nekem ezt a délszaki világot, télen, mint hogy nálunk nincs fűtés Szadán, hát ezt mindig lehurcoltuk a pincébe szegény, ahol hát némi sötétben és fagyban volt, és mindig vártuk, hogy vajon túléli ezt a téli világot, és föl lehet-e tavasszal hozni. És eddig még mindig túlélte, és hát ezért született meg ez a sanzon, hogy Szadai Leander, még ezt felolvasnám. Kis Leander bokor szegény testvéred Korfu szigetén nem sejti, hogy te pince börtön mélyén esel át éjj flörtön, hordó mered rád, s kapanyél, örök sötétség itt a tél. De várja már a kert, a rét, szerelmes Leanderét, rideg falak közt tűrni, bízni, tanít pirulva, sok ribizli, túlélted itt a lét halálát, szomorú virágzás ad hálát, s ragyog, ki életet nyert, csábítsd ide a tengert. Hatmutetta, fohász. Azért csak hadd sírjak, uram, földiszítve hitemet a szomorúság áldott virágaival. Hiszen emberré lett Isten is megkísértetik félelemmel, midőn megáll szélén a teremtésnek, mely mint a tenger hallgat előttünk. Csernobil kertje. Különös illat, kékes fény csorog a fákról, ez vonja be levendula fakón a tejszínét is centi vastagon. Darazsat öglend a lilium torka, szennyezett kút csöngye nő diófa gyökérben. Kihűlt kéz mutatja föl, fehér a labdarózsák gyásza. Pogány búcsú. Elvérzik a folyó szépen, tengerbe lép. Vércse szívemben a megszakadt idő. Kívül-e a szavak, halál sincs, lét se. Örökké élte. A nap vége. Küldöm, apa, este van este, ezt a napot, ezt is utánad. Darab gyermekeink testéből. Rész,
a folyamatos halálból. Megindul velünk üres ágyad. A göncöl szekeret előzi. Este van este. Törünk az egyetlen ostjából. Medália. Kieshet távolabbra, mint Isten önmagától. Vele vagy. Övé bárhol. Visz vígan, ölbe kapva. Kezedben egy szál barka. Elvérzel. Így virágzol. December. Rongy is papír, mégis fekhely a bokrok alján, hol macska szem, vagy egy cigaretta izzik föl a koldus éjszakában, ahol kitárt ablakok szürke tükrei mélyén álmukban is szeretkeznek és sírnak. Rókának odúja, madárnak fészke van, s bevackolódunk mi is képzeletünk festett falai közé. Csak Isten hajléktalan. És kérem, engedjék meg, ezt nem beszéltük meg, de... Szeretném köszöntőül még egy verset elmondani, mert azt tényleg nem beszéltük meg, mert szeretném megköszönni ezt a sok-sok gyönyörű verset Cigány Györgynek, mindenki nevében, egy másik nagyköltő versével. Nem hiszem, hogy különösebb magyarázatra szólna, hogy miért pont tőle, és miért pont ezt a verset mondanám el. Tóth Árpád állarcosan. Hát rossz vagyok. Szótlan. Borús, hideg. Bocsáss meg érte. Hisz, ha tudnám, a világ minden fényét s melegét szórva adnám. Kastélyokat, pálmákat, táncokat, ibolyákkal a téli rivérát, vagy legalább egy-egy dús, összebújt, boldog órát. De most oly nehéz. Most egy sugarat se tudok hazudni, se lopni. Vergődő és fénytelen harcokon el kell kopni. Az Antikrisztus napjai ezek. Csillog a világ szörnyű aranyszennye. Röhögő senkik, balkörmű gazok szállnak mennybe. És én lent vergődöm, és nem tudja más, hogy csöndem éjjén milyen jajok égnek. De légy türelmes, jön még ideje szemzenének, csak légy türelmes, maradj, míg lehet. Váró réven, virágos menedéken. Most állatsz van rajtam, zord és hideg, de ne tépem. Vagy szeliden, még elfutja a könny, öletbe hajló arcomról lemállik, és te ringatsz. Ringadsz jó térdeiden, mint halálig. Köszönöm.
Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, hogy velünk voltak, hogy találkozhattunk Önökkel. Nagyon köszönöm Annának a verseket, hogy elmondta, és köszönöm, hogy Nagybőjben, a passió idején, amikor Kiki és mi is éppen személyes passióink útjait járjuk, hogy eljött és velünk volt. És köszönöm, hogy kiváló művész barátaim is megtiszteltek, szobrászok, festőművészek is jelen voltak, és muzsikusok, és Önök mindannyian. Köszönöm szépen, és viszontlátásra, viszonthallásra!